Sziasztok! Előfordul, hogy nagy sikernek örvendő filmekből megmaradnak a hétköznapi nyelvben mondatok, aranyköpések, hogy úgy mondjam. Kb. 20 évvel ezelőtt volt az Üvegtigris című film, aminek hatalmas nagy sikere lett. És a hétköznapi nyelvbe beívódtak mondatok ebből a filmből. Így van ez az olaszban is. Ma például egy Carlo Verdone nevű olasz, helyesebben római színésznek és rendezőnek egyik filmjéből ugrott be egy mondat. Ugye egész röviden arról van szó, hogy egy ilyen börtöntöltelék kinézetű úr egy injekciót ad egy idős hölgynek, aki a filmben a Carlo Verdone nagyanyja, nagymamája, és Carlo Verdone aggódik, hogy nem-e bántotta a nagymamát, és akkor erre jön a válasz, hogy questa mano può essere ferro o piuma. Oggi è stato piuma, ami szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy ez a kéz lehet pehelyből, pehely, súlyú kéz, vagy pedig vaskéz. Ma pehelykéz volt. Tehát még egyszer mondom, questa mano può essere ferro o piuma, oggi è stato piuma. Ez a mondat egy már évtizedek óta beivódott a hétköznapi nyelvben, és nem csak itt Rómában, hanem egész Olaszországban használják, amikor valami művelet elvégzéséhez nagy kézügyesség kell, és ha valaki csodálkozik, hogy hú, hát meg tudtad csinálni, milyen nagy vagy, a válasz erre, hogy questa mano può essere ferro o piuma. De ha csak annyit mondasz, hogy questa mano può essere ferro, már tudják a lényeget. Jól van, ez volt a mai italianizmusunk, várlak legközelebb. Ciao!